A basszátok meg. Na jó, nem, majd ezt meg közben elmondom. Oké. Közben nem mondd azt, hogy basszuk meg. Ja, jó, igazad van. Korhatári besorolás. Na, jó van. Azaz. Úgyis már az Ádám megkövetett a Netflixen chill miatt. Na, kezdjük ezzel a Skyentiszter. Ugye szándékosan nem azt mondtam, hogy scientist, mert ez a sky, ugye az ég szó, és a scientist, mint tudós szavaknak a ott, igen, köszönöm, keverékéből áll, illetve ez a csillagász brand, ez meg a, hát úgy lehetne a legjobban mondani, mint a Netflix and Chill, tehát C-H-I-L-L, így van írva, és csillagász. Igen. Hát az a legjobb volt. De az meg azt egyébként, na jó, mindegy, hagyjuk, hogy ez az N hecse, akit itt izértünk, és akkor kiderült, hogy ilyen szörnyen megfajt. Az gáz volt, igen, az gáz volt. De mindegy, ügyesen kiszedték. Ebben egyetértünk, hogy a Vulkán a rosszabb. Tehát egy 97-es moziról beszélünk, amiben Tommy Lee Jones, valamint N. Hatch játszik, aki a 6 nap 7 éjszakában is. Egyébként nagyon szép nő szerintem. Igen, csak valami zavarba ejtően nagy korkülönbség van a két szereplő között. Igen, mindkét filmben, tehát a 6 nap 7 éjszakában is. Úgy néz ki, hogy az N. Hatch az idősebb férfiakra bukik. Igen, de az az igazság, hogy nem is gondoltam rá. Jobb, most már tényleg utána néztem a szereplőknek, mert ez tényleg tipikus egy olyan esete volt, hogy szegény már nem él, és nem gondoltam, hogy nem él, mert azért nem volt annyira idős. Persze. Szóval... Ja, a legközelebb már utána kell nézni, hogy éle, hal-e. Igen, most is megnéztem az Gerard Butler-t, hogy élem. Na, ezt akartam mondani, hogy én most végignéztem a filmet, és most direkt ezért elmentem a Wikipedia oldalra, és ugye nekem ilyen arcvakságom van, és én ebben a pillanatban tudtam meg, hogy ennek nem a Russell Crowe volt a főszereplője. Wow. Úgyhogy most néztem végig a filmet, érted? Tehát ennyire súlyos a helyzet. Hát? Tehát, hogy nekem ez a csávó ugyanúgy néz ki, mint a Gladiátorban most mondjuk a Russell Crowe. Amúgy tényleg, arra tényleg hasonlít. Arra tényleg hasonlít. Na, kösz, ez kedves. De ugye ez a 300-ban volt. Ja. Na, akkor kezdhetjük? Aha. Persze.